A lira igény nem sokkal több, mint egy hónapja alakult. Egy olyan platformot álmodtak meg, mely lehetőséget nyújt minél több alkotónak arra, hogy publikálni tudja verseit. Az, hogy hogyan alakult, milyen eredményeket értek el, és mik a további célkitűzések, az alapítók mondják el, hiszen itt ülnek a stúdióba. Köszöntöm hát újra a Mozaik kanapéján Molnár Fekete Vivient, Nagy Eszter Jáhelt és az önök által már jól ismert Mozaik csapattagot, Labanc Dávidot. Szervusztok, köszöntelek titeket. Szia, Petra. Szia. Ez egy nagy nap, hiszen a vírus óta először ül kanapénkon vendég, eddig mindig virtuális térben beszélgettünk, úgyhogy most egy kicsit még én is le vagyok izzadva ebbe a dologba, örülök neki, hogy itt vagytok. Tényleg próbáljuk azért így a távolságot tartani, nem veszünk levegőt, na hát meséljetek nekem a lira igényről egy kicsit, hogy mi is pontosan ez. Hát az ötlet az már jó pár éve megszületett így bennem, hogy szükség lenne egy olyan platformra, ahova tudnám én is küldeni a verseimet. És nem igazán volt erre egy olyan lehetőség, így főleg Marosvásárhely szinten vagy Erdély szinten, amivel élni tudtam volna. És akkor ugye elkezdtünk rajta gondolkodni, még régebben, aztán abban maradt az egész projekt, és valahogy úgy hozta az élet, hogy találkoztunk hárman, és szóba került ez az egész, és akkor úgy döntöttünk, hogy elindítjuk ezt a projektet. Azért, Dávid, hát persze, hogyha az ember ilyen szép lányokkal találkozik, jó, hogy ilyen ötleteit támadnak, de csajok, hogy fogalmaznátok meg ti a lira igényt? Tehát mit jelent szerintetek? Ez van egy nagyon szép gondolat, én úgy tudom, a cover fotótokon, a Facebookon, tehát a közösségi oldalon, és engem nagyon megfogott, ezért szeretném, hogyha személyesen is elhangozna itt a műsorba. Én akkor itt most egy kicsit beszélnék magáról a névről. Tulajdonképpen három értelmezhetőségi lehetőség is van a lira igényen belül. Az elsődleges az a lírai gén, amely minden olyan tehetséges szerzőben vagy költőben felbukkan, akik alkotásaikkal az oldalunkat is gazdagítják. A másodlagos az a lira igény, ami a költészet iránti szükségletet takarja. A harmadik pedig a lírai én, amely egy picit megmutatkozik minden versben a költőből. Így jött az, hogy név, ötlet, és összeraktátok ezt a dolgot, és akkor most jön az a gondolat, gondolom, amire én utaltam, hogy ez pontosan mit is. Ez az ötlet, amiről beszélt Vivi, már létezett, amikor én csatlakoztam a csapathoz. Igen. Viszont nagyon tetszett nekem az, hogy mennyi gondolat fogalmazódhat meg egyetlen egy szóban. És éppen ez írhetett arra, hogy egy rajzot készítsek, és próbáljam ugyanúgy reflektálni ezeket a gondolatokat is benne. És hogyha kedves nézőink meglátják ezt a Facebook oldalunkon, akkor beazonosíthatnak különböző tényezőket rajta, mint például a lira önmagában a virágok és a tollak által van érzékeltetve. Az, hogy mindenkinek igénye van a költészetre, az azt mutatja meg, hogy a tollból kijövő fonal a lánynak a keze köré tekeredik, majd belefolyik a vénájába. A lirai gének, amiről beszélt Vivi, hogy minden tehetséges szemében ott van, a hölgy köré tekeredő DNS formában érvényesülnek, amelynek minden összekötő szála egy-egy vers sor. És végül pedig nem utolsó sorban a lirai én az azzal onnan látható, hogy a hölgy a szívére teszi a kezét, tehát saját magára utal. Nézzük meg, hogy áll most ez a dolog, hiszen azért ezt megálmodtátok, de azért ezt el is kell kezdeni, és itt tényleg fel kell kelteni a fiataloknak az érdeklődését, hogy végre van egy olyan platform, ahova ők is beküldhetik ezeket a dolgokat, ezeket az alkotásokat tényleg. Most hogy áll a dolog? Hát ez alatt a szűk hónap alatt több mint 100 vers érkezett be a lira igény felhívására. Ebből is látszik, hogy Erdély milyen termékeny. Így van. Igen. És ebből már közel 50 került publikálásra az Instagramon, illetve a Facebook oldalunkon. Úgyhogy szerintem ez is tényleg bizonyítja, hogy ez egy hiánypótló kezdeményezés, aminek tényleg igénye van erre mindenkinek. Ezért nagyon szép számmal jelentkeztek erre a platformra, tehát küldték el a munkáikat, tehát azt jelenti, hogy sikere van ennek a dolognak. Hogy tervezitek a következő pár hónapot? Milyen terveitek vannak? És aztán egyébként itt, bocs, ide a növekedésről is beszéltünk, tehát hogy bevonhatjuk ezt a dolgot, aztán itt én nézek a lányokra, kiszakít éppen félbe,
próbálj rövideni. Jó. Mindenképp örülünk annak, hogy ennyi vers érkezett be, és reméljük, hogy még több fog beérkezni. A közeli tervekről úgy gondoljuk, és én személy szerint is úgy vélem, hogy a vers azért még mindig írott formában él meg a legjobban, vagy legalábbis papíron. És ezért találtunk ki egy olyan projektet, olyan kezdeményezést, amelynek az a neve, hogy a Hét verse. Uh-huh. És kávézókkal, éttermekkel fogunk együtt dolgozni ebben, hogy mi kiválasztjuk majd azt a verset, amely a Hét versét fogja majd jelképezni, és ezt kinyomtatjuk, elvisszük a kávézókba, vendéglőkbe, és ezeket a verseket az oda látogatók megkapják a kávéjuk és az ételük mellé. Illetve készülünk még egy havilappal is, amely összefogja majd mindazokat a verseket, amelyek felkerültek az oldalra, és ezek mellé még egy-két meglepetéssel is készülünk ebbe a havilapba. Uh-huh. Ilyen tervek azért fogalmazódtak meg bennünk, mert bár reméltük, de tényleg bebizonyosodott az, hogy erre szükség van, hiszen nagyon nagy volt a növekedés. Uh-huh. Én személy szerint bevallom, egy kicsit szkeptikus voltam, ami az oldal nézettségét illeti, viszont nagy meglepetésemre pár napon belül 100-as nagyságrendűre nőtt a követőink száma. Uh-huh. Most már meghaladtuk a 800 követőt is, és reméljük, hogy ezután az adás után még többen lesznek, akik érdeklődnek a mi verseink iránt. Ugyanakkor azt is eredménynek könyvelnénk el, hogy kaptunk olyan visszajelzéseket, hogy olyan személyek is elkezdtek verseket írni, akik eddig még nem tettek ilyen. Így született meg például a Karanténi Zenészek című versünk. Azért ez elég hihetetlen, tehát hogy azért én tudom, hogy te rengeteg mindenben aktív vagy, Dávid, tehát hogy a Slam Poetry is azért egy ilyen fajta világ, ahol tényleg az ember a tehetségét, ezeket a fajta igényeit ki tudja élni, és be is bizonyosodott, hogy a fiatalokat ez mind érdekli, sőt egyre inkább vonzódnak. Újra egy ilyen Petőfis kávéházas történet kezd kialakulni a fiatalság körében, viszont még mindig nagyon meglepő az, hogy bejön mondjuk egy fiatal fiú ide vendégként, aki TikToker, és azt mondja, hogy azért alakult ki a TikTok, mert a mai fiatalok 8 másodpercnél többet nem tudnak koncentrálni. Tehát, hogy érdekes az, hogy hogyan találod meg a célközönségedet egy ilyen dologra, és hogy még mindig igenis a fiatalokban benne van ez a fajta, mondhatom ez talán, hogy romantikus lelkület, hogy igenis papírra vetem az én gondolataimat, és mindezt egy olyan formába, hogy annak még inkább ugye értéke van. Tehát mit szóltok hozzá, a mai fiatalokban benne van ez a dolog, csak elviszik ezek az új dolgok, vagy megvan ennek is a kicsi rétege, ennek, de hát azért ez a fajta növekedés nem csak egy minimális rétegnek szól. Tehát, hogy gondoljátok egyébként, hogy Erdélyben több ilyen fiatal van, mint mondjuk Magyarországon, vagy még nyugatabbra megy az ember? Tehát, hogy itt még mindig van ez a klasszikus, igenis leírom, vagy verset írok, vagy én azt mondanám, kipróbálom. Hogy nem csak Erdélyben uh-huh. van ez, mivel a Kárpát-medencéből érkeztek be versek, érkezett be vers a Felvidékről, uh-huh. érkezett be Magyarországról, ezért egy nagyobb projektet is kitűztünk célul, ami egy kárpát-medencei magyar művelődési tábort takar, ezt együttműködve akarjuk megcsinálni a Marosvásárhelyi Slam Poetry-vel, illetve a Kárpát-medencei ifjúsági szervezetekkel, akik a művelődést, a műveltséget tűzték ki célul. Tehát akkor szükség van egy ilyen dologra. Szükség van szerintem, és reflektálva arra, hogy 8 másodpercet tudnak figyelni a fiatalok, sok olyan vers is születik, ami rövid, ami 4 soros, és meg is kérdezték tegnap a lányok, hogy de ez vers, és mondom, szerintem igen, vers, mert 4 soros. És akkor itt jön be az a rétegződés, hogy van, akinek ez megy, a 4 soros, mondjuk akár egy gondolat, vagy a 4 soros vers, viszont mások igénye van arra, hogy sokkal hosszabb verseket írjon, vagy olvasson. Szerintem mondjuk onnantól kezdve, hogy valaki veszi a fáradtságot, leül, és ezt a gondolatot, ami vagy érzést megfogalmazza, akár egy sorba, kettőbe, négybe, eleve az, hogy mondjuk kézzel ír, ami a mai világban megint ugye a fiataloknál ezért nem egy gyakori jelenség, szerintem már az önmagában egy csoda. Tehát, hogy én ezért értékelem nagyon ezt a dolgot, mert akkor ezek szerint tényleg szükség van rá, és tényleg egy olyan platformot tudtok működtetni, ami elő is hozza, talán még inkább inspirálja ezeket a fiatalokat. Milyen visszajelzéseket kaptatok eddig? Tehát mit mondanak ők?
a nagy közönség. Ugye mondtad, hogy olyan is leült, aki eddig még nem vetette papírra. Igen, így van, és nagyon sokan azt jelzik vissza, hogy örvendenek, hogy kapnak lehetőséget, mert lehet, hogyha nekünk nem lenne ez a felhívásunk irányokba, hogy igen, gyertek, küldjetek, alkossatok, akkor talán, ha még írnak is, úgy megragadnának azon a szinten, hogy esetleg otthon, vagy csak maguknak írják meg. Viszont így lehetőségük van nekik is kitárulkozni, és kapni visszajelzést másoktól, amitől pedig még inkább felbuzdulnak, hogy írjanak további verseket. És mi is épp azt beszéltük el, hogy mióta megalakultunk, hogyha fogalmazhatok így, akkor mi is egy kicsit jobban ráfokuszálunk a költészetre. Témák? Tehát mennyire aktuálisak ezek az alkotások, vagy mennyire érzésekről szólnak inkább? Tehát, hogy mit látunk egy fiatalon, hogy a politika befolyásolja az alkotását, vagy azt, hogy éppen szerelmes? Szerintem az évszak is befolyásolja. Az évszak most, is? Hogy tavasz van. Akkor most a hormonok. Nagyon sok szerelmes verset kaptunk, nagyon sok szerelmes verset kapunk aha, tavasszal. Kíváncsi vagyok, mi lesz ezzel majd ősszel. Reméljük, hogy ez így marad, és majd ez a hullám megy tovább. Igen. És milyen a hangulata a verseknek? Tehát, hogy ugye szokták mondani, hogy azért vannak jó befele fordulós alkotások, és azért nem mindig a legvidámabb témákat dolgozzák fel a fiatalok. Igen, ez a mi verseinknél is érvényesül, mármint amiket mi kapunk. Meglepő szerintem az, hogy milyen sokan írnak szomorú verseket, de olyan szinten szomorút, hogy elolvasod, és te is úgy átérzed, hogy elmegy a kedved. Ami nem olyan értelemben, mert nagyon szép maga a vers, viszont te is elszomorodsz. Igen. És azért az különleges, hogy az ember így fogalmazza meg a saját negatív érzelmeit is, viszont én személy szerint elgondolkoztam, hogy miért van az, hogy a fiatalok, akik kellene örvendjenek az életnek, és minden élvezetnek éljenek, ők szomorkodnak és depressziósak. Mondjuk azt hiszem, hogy ebben a korban ez egyfajta sajátosság, hogy úgy az életnek úgy nekibúsulunk néha, meg a szerelem is hozzátartozik, meg azért nagyon sok minden. Mondtátok ezt a tábort, ami azért egy elég nagyszabású projekt. Még milyen nagyobb terveket lehet egyébként egy ilyen dologba belevinni, hiszen hogyha ennek ilyen sikere van, és ezeket a fiatalokat azért ezáltal egy nagyon jó irányba tudjátok befolyásolni, mennyire lehet mondjuk továbbvinni? Gondolkodtatok egyáltalán ilyenbe, vagy egyelőre most lépésről lépésre? Még kitűztük célul, hogy kiadunk egy éves verses kötetet, amiben az évi legjobb verseket publikáljuk. De én azt gondolom, hogy ez is egy elég nagyszabású cél, és tényleg minden erőnkkel azon leszünk, hogy ezt is meg tudjuk valósítani, mivel én úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos, és aztán beszélhetek mindannyiunk nevében, hogy mindannyiunk számára nagyon fontos. Illetve még tervben vannak találkozók, felolvasó estek, amely nagyon jó közösségformáló projekt igazából, hogy tényleg összegyűlünk 10-15-ön, felolvasok akár egymás verseit, akár a sajátjainkat, mesélünk róla, vagy megkérdezzük a másikat, hogy te hogy látod, neked mit mondott ez az egész, és szerintem ez nagyon fontos ahhoz, hogy ennek a biztos alapját lefektessük. Azért megint csak ezt kell mondanom, de a mai világban az embernek megvannak a problémái, fut, szalad, csinálja a dolgát, tanul, munkát keres, ezer egy dolog lehet, bulizik, barátnőzik, a párjával van. Miért éreztétek ti úgy, és vettétek a fáradtságot, hogy egy ilyen dolgot létrehozzatok? Hiszen azért nektek ez azért munka, tehát ezeket össze kell ülni, meg kell beszéljétek, tovább kell aztán jön a tábor és hasonlók, egyre több és több. Igen, ez valóban így van, hogy befektetést igényel a részünkről, viszont amint már beszéltünk arról, nagyon sok vers érkezik különböző formában, ami azt mutatja, hogy az emberekben benne van ez a hajlam, ez az igény, a líra iránti igény, és mi megpróbáljuk kihozni ezt belőlük. Igazából ez volt a célja a projektünknek, hogy a régebbi értékeket felelevenítsük úgy, hogy új öltözékbe burkoljuk őket. De hogy ennek az az oka, hogy ti is éreztétek magatokba, és ebből született meg ez az egész dolog? Tehát én azt mondtam, hogy igen, nekem is szükségem lenne egy olyan platformra, ahol tudom ezeket az alkotásaimat publikálni. Nézzétek meg, én most már nagyon nehezen mondom ezt a két szót, tehát én biztos nem fogok akkor nektek írni, vagy max írok, mert azt lehet könnyebben megy. Szóval ti éreztétek azt, hogy kell egy ilyen lehetőség, vagy egyszerűen jelezték felétek mondjuk fiatalok, és ezért mondtátok azt, hogy akkor veszem a fáradtságot, és én ebben munkát teszek. Én személyesen
úgy éreztem, hogy jó lenne valakivel mondjuk beszélgetni a verseimről, vagy beszélgetni akár az ő verseiről. És akkor így kezdtünk el beszélgetni a verseinkről egymással is, és ez például nekem egy nagyon pozitív visszajelzés volt. Nyilván voltak negatívak is, de hogy az összkép az egy olyan, úgy kell elképzelni, hogy egy löketet ad, egy ilyen ihletbomba, hogyha fogalmazhatok így. És szerintem ezzel más is így van, főleg aki a fióknak írt eddig, és hogyha eljutunk majd oda, hogy ezt a tábort is meg tudjuk szervezni, illetve a felolvasó esteket, szerintem ez egy nagyon szép eredménnyel fog majd bírni. Én is a saját magam nevében tudok erről beszélni. Én elmondhatom azt is, hogy a karantén az igazán nagy hatással volt rá, mivel én akkor kezdtem el ténylegesen verseket írni, mindaddig csak apró gondolatszösszeneteket fogalmaztam meg, tényleg egy két sorban, három sorban, de jött a karantén, egy kicsit önmagamhoz tudtam fordulni, így megszülettek hosszabb versek is, és én hiszek abban, hogy egy igazi egyéniség egy erős közösségben tud kibontakozni. Nos, azt hiszem, hogy ez a karantén tényleg mindenkire nagy hatással volt, és van, akinek termékeny időszakot hozott, valakinek kevésbé termékenyebb, de mindenkiből kisült valami. Tényleg most beszélte pár nappal ezelőtt Demény Péterrel, aki ugye ez alatt a karantén időszaka alatt kiadott egy könyvet, tehát hogy hajrá fiatalok, ilyet kell csinálni, mert ez az, ami szerintem jó irányba viszi a jelenlegi generációkat. Én köszönöm szépen, hogy egyáltalán ezt felvállaltátok, szerintem még sok szülő köszöni ezt a dolgot, sőt azok a fiatalok, akik végre nem a fióknak kell megírják ezeket az alkotásokat, és ez nagyon fontos, talán a legszebb gondolata ennek az egésznek, úgyhogy sok sikert, remélem, hogy találkozunk még ezzel kapcsolatban, és beszélgetünk arról a bizonyos táborról. Köszönöm szépen a meghívást.